Az Országos Kardiológiai Intézetben rengeteg minden van, az innovációtól kezdve a legújabb, a legmodernebb technológiákig. Mégis az lenne az első kérdésem, hogy Offner Péter, az intézet vezetője, mire a legbüszkébb? Én arra azt gondolom, hogy az egészre. Azt gondolom arra, hogy annyi nehézség, és ebbe beleértendők a pénzügyi és technikai nehézségek, sikerült egyben tartani egy és újraalakítani egy olyan működő kollektívát, akikre mindig lehet támaszkodni, akik ezeket az újabb és újabb technikákat befogadni, működtetni képesek, olyanok, akik mindig nyitottak az újra, és akiket nem rettent vissza az sem, hogy bizony ez nem anyagi megbecsüléssel párosul. Szóval én azt hiszem, hogy az emberekre, és ez a legnagyobb értékünk, az a működő egység, kollektívák, akik mindezt működtetik. Van egy infarktus regiszteretek, illetve én úgy tudom, hogy ennek a bizonyos infarktus regiszternek, ami majd mindjárt elmondott, hogy hány hazai kórházra terjed ki, ti vagytok a gazdája. Miért fontos az, hogy egyáltalán egy ilyen létezzen? Nem csak az infarktussal kapcsolatban, hanem minden fontos, népegészségileg meghatározó betegségcsoportra vonatkozóan meggyőződésem, hogy szükség volna pontos adatokra. Az adatok ugyanis azért fontosak, hogyha jó kérdéseket itt teszünk fel egy-egy betegségcsoporttal kapcsolatban, mert világos, teljes képet nyerhetünk egy betegség ellátásáról, ellátásának minőségéről, a megbetegedettek számáról, azok életkoráról, területi megoszlásáról. Ez mind az egészségpolitika számára fontos, hiszen ilyen történetek alapján, ilyen adatok ismeretében lehet jó stratégiát szervezni, tervezni, jól lehet ellenőrizni a működő intézmények minőségét, hol kell beavatkozni és milyen formában, és azt, hogy milyen módon látjuk el a betegeinket, és milyen mértékben, milyen módszerekkel tudunk segíteni azokon a betegeken, akik egy bizonyos betegségcsoporttal küzdködnek, bizonyos betegségben szenvednek, és esetleg nem kapják meg az optimális kezelést. Ezeket az információkat komprehenzív módon a betegség teljességének ismeretében kezelni szerintem borzasztó fontos. Gondoljunk arra, hogy például az akut koronária szindróma ellátására Magyarországon több 10 milliárd forintot költünk évente. Azt, hogy milyen minőségben használjuk fel ezt a pénzt, milyen eredményességgel, arra vonatkozóan, mint mostanáig az infarktus regiszter felállításáig nem volt lehetőség pontos adatokat tudni. Egyébként meg az alapkérdésre visszatérve, hogy hány kórház Magyarországon ez év április 1-től, ez egy törvényileg jogszabályban meghatározott és kötelező jellegű adatszolgáltatás minden olyan ellátó számára, akik akut koronária szindrómát látnak el, tehát ma Magyarországon nem csak az intervenciós centrumok, hanem minden kardiológiai profilú belosztálynak jelentési kötelezettsége van, ha ilyen beteg érkezik az osztályra.